Prima Gála, szobrászművészt, kórust és sportszervező díjaztak péntek este. Konferencia az egészségért, a diabétesz aktuális kérdéseiről tanácskoztak Nyíregyházán. Beruházás biztonságosabbá teszik a Kraszna és a Batár folyók töltését. Szobrászművészt, énekkart és sportszervező díjazott idén a Vállalkozók és Munkaadók Országos Szövetségének vármegyei szervezete. Pénteken tartották az immár hagyománnyá vált Prima Gálát a Vármegyeházán. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió híradója. Idén Prima díjat Bíró Lajos szobrász, a Kantemusz kórus és Orendi Mihály vehettek át a gálán. A közéleti személyiségek mellett vállalkozókat is elismertek a péntek esti rendezvényen. Idén Bíró Lajos Munkácsi díjas szobrászművész volt az egyik díjazott a Vármegyei Prima gálán. Bíró Lajos szerint az övé egy egyenes pálya volt. Mindig azt a feladatot, tulajdonképpen a szobrásznak az a jó, ha van feladat. És hogy egy feladatba bele tudja magát élni, az a természetes szerintem. És én, ha kapok egy feladatot, akkor abba megpróbálom beleélni magamat. Orendi Mihály életét áthatotta a sport iránti szeretete. Világ és nemzetközi sikerek fűződnek a nevéhez, nagy szerepet játszott az ország egyik legszebb atlétikai centrumának létrejöttében itt Nyíregyházán. Ahogy ő fogalmaz, megkapta azt az elismerést, ami számára talán a lehető legtöbbet ér. Azért, mert ez egy megyei elismerés, és én a pályámnak, meg születésemtől számít az iskolai tevékenységemet is a megyében végeztem, hisz az általános és középiskoláimat Mátészalkán végeztem, a pályámat, a pályakezdésemet Újfehértón szintén, és hát a munkás éveimnek egy jelentős része pedig itt Nyíregyházán. A megyei Prima díjasok között tudhatjuk a 2023-as évtől a méltán világhírű Kantemusz kórust is, akik a gála zárásaként produkcióval örvendeztették meg a közönséget. Az elmúlt években a vállalkozásoknak is folytonos újratervezésről kellett tanúbizonyságot tenni, sok esetben erőn felül teljesítve őrzik a munkahelyeket, az általuk teremtett értékeket. A 2023-as év vármegyei vállalkozója elismeréseket Eppel János, a VOSZ elnöke, és Szomba Csaba, a VOSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szervezetének elnöke adta át. A vállalkozók helyzete sosem volt könnyű, az elmúlt 3-4 év olyan változásokat hozott, ami különösen próbára tette az egész magyar társadalmat, de különösen a vállalkozókat. Azon a vállalkozóinknak már van azért tapasztalata, rutinja, hogy kezeljék, de nagyon fontos, hogy nem hagyjuk magukra őket ebben a nehéz helyzetben sem, mint ahogy egyébként sem. És közösségben megszervezzük azt, hogy a vállalkozók ne érezzék magukat egyedül, és biztosítunk forrásokat, biztosítunk támogatást, tanácsadást, amivel segítünk a nehéz időszakot áthidalni, és ez úgy tűnik, hogy működik. A VOSZ ezt 35 éve műveli, és azt gondolom, hogy egyre jobb színvonalon. Szomba Csaba, a VOSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szervezetének elnöke elmondta, hogy a gála történetében idén érkezett a legtöbb jelölés. A kuratóriumnak rendkívül nehéz dolga volt már az első körös választásnál is. Fantasztikus érzelmek kavarognak bennem. Ebben az évben volt talán a történetünkben a legtöbb jelölt. Közel 50 jelöltet kaptunk, és nagyon nehéz volt a döntés, és volt olyan kategória, ahol 7 jelöltünk volt. A kuratóriumnak ugyancsak főtt a feje, hogy ki legyen az a 10, aki ide kerül majd itt a színpadra, és akik közül a másik, amíg nehezebb volt, ki kellett választani, kik kapnak Prima díjat és külön díjat. Mindenki, akit jelöltünk, azt hiszem, hogy akik látják ezt a műsort, azt mondják ők is, hogy megérdemelte volna a Prima díjat. A bőség zavarával küzdködtünk és küzdködünk. Hál' Istennek, ahogy a beszédemben is mondtam, ez a megye rengeteg tehetséget adott, és nem csak a megyének, hanem az országnak, sőt a nagyvilágnak is. Példaképek előttünk, el kell, hogy ismerjük a munkásságukat, a tevékenységüket. A másik 7 jelölt sem tért haza üres kézzel, őket külön díjakkal jutalmazták az est folyamán. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés külön díját Sesták Oszkár elnök adta át. Látjuk őket a hétköznapokban is, és örülünk nekik, de ilyen módon kiemelve, piedesztára emelve, kisfilmmel,
ilyen fantasztikus környezetben, ilyen művészi körítéssel, zeneszámokkal, énekkarral megemelkednek ilyenkor a díjazottak is egy picit, azt gondolom. És hát ez köszönet érte a vállalkozóknak, a VOSZ-nak, aki ezt a díjat kitalálta, Demján Sándor emlékének, egy nagyszerű kezdeményezés, egymásra talál a érték, a teljesítmény, akár gazdasági, akár kulturális, és örülünk egymásnak. Demján Sándor hagyatéka az, ha úgy tetszik, hogy évről évre megrendezik a 10 kiválóság ünnepét. Idén a Magyar Színház film és táncművészet jelöltje Tóth Károly, a Magyar Tudomány jelöltje professzor Szép Tibor, a Magyar Oktatás és Köznevelés jelöltje Huszárné Kádár Ibolya, a Magyar Építészet jelöltje Vég József, a Magyar Ismeretterjesztés és Média jelöltje Tarci Gyula, a Magyar Népművészet és Közművelődés jelöltje Sánta Miklós volt. A pénteki Prima gálát a Kölcsei Televízió teljes egészében rögzítette, a felvételt egy későbbi időpontban tűzzük műsorunkra. A díjazottak közül Órendi Mihály vendégünk lesz szerdán a 35 perc című műsorunkban, a Cantemus kórus pedig a pénteki Weekend című műsorunkban vendégeskedik. A korai halálozások 60%-áért a cukorbetegség felel, hangzott el a kelet-magyarországi diabétesz hétvégén Nyíregyházán. A többnapos vándorkonferenciát idén a József András Takkórház 4. belgyógyászati osztálya szervezte. Az eseményen a cukorbetegség megelőzésének, felismerésének, kezelésének legújabb módszereiről hallhattak előadásokat a résztvevők. Több mint 700 ezer ember szed valamilyen készítményt a cukorbetegség ellen, a fel nem ismert diabéteses betegek száma pedig több százezerre tehető ma Magyarországon. Többek között ez is elhangzott a kelet-magyarországi diabétesz hétvége alkalmából szervezett konferencián Nyíregyházán. A háromnapos rendezvényt a József András Takkórház 4. belgyógyászati osztálya szervezte. Egy nagyon komoly országos tudományos konferencia helyszíneit biztosítja Nyíregyháza. A Magyar Diabétesz, a Magyar Cukorbeteg Társaság szervezésében, nyilván helyileg pedig a munkatársaink Gál Zsolt főorvos úr, osztályvezető és munkatársai szervezésében kerül megrendezésre ez a Diabétesz hétvége nevű rendezvény, tudományos rendezvény. A rendezvényen bárki részt vehet, hiszen ez egy akkreditált, kreditpontot is adó, országos tudományos rendezvény. Pont az előbb érdeklődtem a résztvevők száma tekintetében, jelenleg olyan 250-280 fő között van már a regisztrált résztvevők száma. Dominálon belgyógyászok és diabetológusok, azaz a cukorbetegséggel foglalkozó szakemberek vesznek részt rajta, de miután ez egy akkreditált tanfolyam, a társszakmák résztvevői, akár a saját szakmámat is említetném, az anesteziológus, intenzív terápiás orvosok, kardiológus is részt vesznek, és részt vehetnek ezen a rendezvényen. A konferencia megnyitóján elhangzott, a korai halálozások 60%-ának hátterében a cukorbetegség áll. A diabétesz számos szövődmény okozója a szervezetben. Éppen ezért ez a terület is holisztikus szemléletű gyógyítókat igényel. A diabétesznek a kezelése nem megoldott, tehát újabb és újabb gyógyszereket fejlesztenek ki, pont azért, mert nincsen egyetlen olyan gyógyszer is, ami minden módon tudhatni a cukorbetegségre, tehát óriási az innováció, újabb és újabb gyógyszerek kerülnek be. Amiben lehetne még másképpen javítani a korai felismerésben, hogy időben szűrjék a betegeket, időben ismerjék fel a cukorbetegséget. Ez olyan alattomos, hogy a cukorbetegség legnagyobb hányada az úgynevezett kettes típusú, az sokáig nem fáj. Sokszor csak akkor találják meg, amikor már szövődménye van. Tehát a korai szűrés, és hát itt meg lehet mondani, hogy kik, akik veszélyeztetettek, akiknek a családjában van, akik magas vérnyomással bírnak, akiknek a vérzsírszintjük. Tehát megvannak azok a pontszámok, és akár a beteg is kezdeményezheti, hogy ő kapjon egy szűrést, ami nem olyan bonyolult és nem olyan drága. Nyíregyházán 1960-ban az országban elsők között szervezték meg a cukorbeteg gondozót. A diabetológiai, endokrinológiai ellátás napjainkban is országosan elismert a vármegyében. Biztonságosabbá válik a Kraszna és a Batár folyó környékén élők élete, megerősítik és megemelik a töltést annak érdekében, hogy még egy nagyobb árhullám esetén se öntse el a térséget a víz. A töltést emellett járhatóvá is teszik, így kerékpárral is végig lehet majd menni az érintett 22 kilométeres szakaszon. A beruházás részleteiről beszélt 35 perc című műsorunkban Luca Zoltán, a Feti vízigosztály vezetője.
Így néz ki felülről a megerősített töltés a Krasznán. Mindkét oldalon megemelték a szintjét annak érdekében, hogy egy nagyobb víztömegnek is ellen tudjon állni, mondta műsorunkban a Feti vízi osztályvezetője. Ezeknek a régi töltéseknek, amik voltak, mind a magassága, tehát magassághiányosnak hívjuk mi, illetve a szerkezete is, ugye a Kraszna talajszerkezete alapvetően nem egy erős talajszerkezet, tehát az árvizekkel szembeni ellenálló képessége sem megfelelő. És most a töltés fejlesztés keretében minden irányban, tehát magasságilag is fejlesztve lett a töltés, szerkezetileg is, tehát egy ellenállóbb talajszerkezet, nagyobb méretekkel rendelkezik, és ez a mértékadó árvízszintre emelés, sőt, ez ugye más plusz egy méter, tehát a mértékadó árvízszint felett egy méterrel van, ez azt jelenti, hogy, hogy a megújított értékeknek megfelel, tehát a törvényi előírások szerinti árvízi biztonságot adja. A töltés nem csak biztonságosabb lesz, hanem turisztikai szempontból is izgalmas. Járhatóvá teszik a felső részét, amelyen akár kerékpárral is végig lehet menni. Az elsődleges cél azonban mégiscsak az árvízbiztonság, amelyet a töltés megépítése mellett egy korszerű előrejelző berendezés is szolgál. Az elmúlt 20 évben nem csak a töltéseket fejlesztettük, hanem a monitoring rendszert is. A közös magyar-ukrán távmérőrendszer már 192 állomásból áll, ebből 50 Ukrajnában van, a többi Magyarországon, tehát 5 perces adataink vannak, vízállás, csapadék, léghőmérséklet, tehát nyomon tudjuk követni a vízgyűjtő állapotát percről percre. És ez nem a háborús befolyásolt, ez azért attól még működik. Ez igen? Működik, tehát ezt mi üzemeltetjük, illetve az Ukrajnában van egy üzemeltető szervezet, aki ezt üzemelteti, és a rendszer kiválóan működik, és ehhez kapcsolódik egy korszerű előrejelző rendszer is, ami 2001-ben még nem volt, egy osztott paraméterű csapadékra folyás modell, ahol már előrejelzett csapadékból jelzünk előre, magyarán már a még le nem hullott csapadékból bekövetkező árhullámra is tudunk készülni. A mostani beruházás a Krasznát és mellékfolyóját, a Batárt érinti. 22 kilométeren erősítik meg a töltést. Inkubátorházat adtak át Máté Szalkán a város ipari parkjában. A több mint 1000 négyzetméteres csarnokot 255 millió forintos Európai Uniós támogatásból építették fel, az önkormányzat pedig már tárgyal a lehetséges befektetőkkel. Az átadó ünnepséget követően foglalkoztatási fórumot is tartottak Máté Szalkán, amelyen a munkaerőpiac kihívásairól és a Paktum Plus program lehetőségeiről tájékoztatták a helyieket. A nemzeti színű szalag átvágásával hivatalosan is átadták Máté Szalka új inkubátorházát a város ipari parkjában. Az épület ugyan már körülbelül 2 éve elkészült, a koronavírus járvány miatt annak hivatalos avató ünnepségére csak most került sor. Hanusi Péter polgármester az eseményen elmondta, a több mint 1000 négyzetméteres csarnok eddig sem volt kihasználatlan. A városba betelepült egészségipari vállalkozás bérelte azt, most pedig újabb befektetők jelentkezését várják. Szinte alig vonult le a kivitelező, még a műszaki ellenőrzés javában zajlott. Amikor egy új iparág képviselője, az egészségipar képviselője jelent meg Máté Szalkán azzal, hogy ő nagyon nagy értékű gépeket szeretne Máté Szalkán elhelyezni, ezzel együtt a saját maga gyár egységét felépíteni. Tehát, hogyha mi ezt a lehetőséget nem tudjuk azonnal a rendelkezésére bocsátani, akkor kizárt dolog, hogy ez az új iparág Máté Szalkán települt volna meg. Ezután alig kivárva a használatba vételi engedély megszületését be is költözött ez a bizonyos cég, és másfél évig bérelték, ameddig nyilván a saját gyártóüzemek el nem készült teljesen. Most az elmúlt hónapokban üresen áll az inkubátorház, amellett, hogy folyamatosan vannak tárgyalások, érdeklődő beruházók. A beruházás összértéke meghaladta a 250 millió forintot, a támogatást pedig a terület és település fejlesztési programban nyerte el Máté Szalka önkormányzata. Sesták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke hangsúlyozta, a foglalkoztatás további növeléséhez 2 lényeges dolog szükséges: a Máté Szalkaihoz hasonló beruházások és a foglalkoztatási paktumok hatékony megvalósítása. Hozzátette, az idén indult Paktum Pluszban már nem elsősorban a munkanélküliségre, hanem a munkaerő hiányra kell megoldást találniuk. A következő 7 évben ezért elsősorban már
képzési programokat, átképzési programokat, felvezetőképzési programokat igyekszünk támogatni, míg az előző hétében, amit most zárunk, olyan fajta támogatási eszközökkel éltünk, amelyek ösztönözték a vállalkozásokat arra, hogy munkanélkülieket vegyenek fel. Úgy látom, hogy a vállalkozások igénye is elsősorban most már arra irányulnak, hogy megkellően szakképzett munkaerő legyen. És ők megfizettek ennek a munkaerőnek az árát, a piaci árát, ami itt Magyarországon elérhető és megfizethető. Nagyon fontos ugyanakkor az ilyenfajta infrastruktúrális létesítmények átadása, üzembehelyezése, amit most itt megtettünk Mátészalkán is. És hát örömmel mondhatom, hogy ez már működik egy ideje, csak a Covid miatt nem volt lehetőség ezt ünnepélyesen birtokba venni. Mivel a két program összefügg, ezért azt találtuk polgármester úrra, hogy ezt is a nagy közönség számára elérhetővé tegyük, bemutatjuk itt a cégvezetőknek, a mátészalkai közönségnek, a médiának, hogy van egy újabb ifari infrastruktúra itt Mátészalkán. A foglalkoztatási paktum eddigi eredményeiről, valamint a Paktum Plus nyújtotta lehetőségekről az átadó ünnepséget követően lakossági fórumon tájékoztatták a mátészalkaiakat. Körözött mikrobuszt fogtak a rendőrök Beregsuránynál. Az ellenőrzés során kiderült, hogy a Mercedes Sprinter alvásszámát meghamisították, ahogyan hamis a forgalmi engedélye is. Emellett a járművet a lengyel rendőrök körözik. A hatóság az autót lefoglalta, az ukrán férfit előállították. Megszerezte 8. bajnoki győzelmét a Nyíregyháza Spartakusz. A Spari az NB2 13. fordulójában az Ajkát verte 2-1-re. A tabella élén a 29 pontos Győr áll, a 28 ponttal második Nyíregyháza vasárnap a 8. Gyirmóthoz látogat. Edző buktató vereséget szenvedtek a kékcápák. 3 perccel a mérkőzés vége előtt még 9 ponttal vezettek, végül 2 pontos vereséget szenvedett Miskolcon a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A kékcápák az NB1B piros csoportjának 6. fordulójában 84-82-re kaptak ki a MEAFC Miskolctól. A nyíregyházi klub vezetése a meccs után felmentette a munkavégzés alól Horváth Ákos vezetőedzőt. A vendégek kezdték jobban a mérkőzést, 10 perc játék után 9 ponttal vezettek a cápák. A második negyed döntetlennél zárult, majd fordulás után elkezdte ledolgozni hátrányát a házigazda. A záró 10 percnek már 1 pontos miskolci vezetésnél vágtak neki a csapatok. A hajrában a Nyíregyháza ellépett 9 ponttal, aztán viszont már csak a hazaiak találtak a gyűrűbe, így 2 pontos vereséget szenvedett a Horváth Ákos által irányított együttes. A forduló további eredményei a következők: Deasz 23, Fót 66-76, BKG Prima Akadémia, TF Budapest 106-65, Vasas Akadémia, Budafok 112-80, Cegléd, Újbuda MAFC 64-90, Óbudai Kaszások Jászberény 80-78 és Pécsi VSK Sargútarján 86-71. A tabella élén a PVSK állhat győzelemmel, megelőzve a szintén hibátlan Vasas Akadémiát. A sereghajtó Nyíregyháza 1 győzelem mellett 5-ször szenvedett vereséget. Mint később kiderült, a Miskolci volt a vezetőedző utolsó meccse a nyíregyházi kispadon, a klub vezetése ugyanis felmentette a munkavégzés alul a szakembert. Meg kell nézni a tabellát, várakozáson alul teljesít a csapat. Egy olyan keretet sikerült összerakni, ami az előzetesen megfogalmazott célokat teljesíteni kell, hogy tudja nevezetesen az élmezőnybe tartozni, vagy legalábbis az első pár csapat közé. Ez egyre nehezebb lesz, hiszen nagyon rosszul kezdtük a szezont, és hiába gyakorlatilag mínusz 9 pontos gólkülönbséggel állunk 5 vereséggel, ez ugyanazt jelenti, hiszen ott vagyunk a tabella végén, úgyhogy valóban nem volt más választás, egy új impulzus kell a csapatnak, kezdeményeztem a Ákos szerződésének a felbontását, és Meri Mekmedovi szakmai igazgató vette át a csapatot az elkövetkezendő időszakra. Az ügyvezető szerint több területen is változásra van szükség ahhoz, hogy a csapat elinduljon felfelé a tabellán. A legfontosabb az, hogy ebből a mentális gödörből most ki tudjuk szedni a csapatot Merim segítségével, és áttörjön a gát, mert azt láttuk, hogy Miskolcon is végig a kezünkben volt a mérkőzés, 9 pontos vezetésről úgymond sikerült kikapni egy utolsó másodperces triplával, úgyhogy nagyon mélyen vagyunk mentálisan. Ez a legfőbb dolog, hogy elhiggyük azt, hogy valóban alkalmasak vagyunk a célok megvalósítására. A másik pedig az, hogy sokkal több munkaóra és gyakorlás szükséges ahhoz, hogy ezeket a helyzeteket, amiket nem dugunk be, értékesíteni tudjuk. Nem véletlenül vagyunk jelenleg a tabella végén 3 pontos dobásban, illetve büntető dobásban.
van. Ez mind-mind befektetett munkaóra és idő, úgyhogy nagyon remélem, hogy egy kicsit más szemlélettel fognak elkezdeni a srácok, és több munkaórával hamarabb sikeresek lehetünk. A minimum elvárás az, hogy jusson be a csapat a playoffba, a legjobb 8 közé. Jelenleg 2 mérkőzés választ el ettől nagyon-nagyon sűrű a mezőny, 2-3 kiemelkedő csapat van, és azt kell, hogy mondjam, az összes többi 10-11 hasonló erejű csapat. Nekünk vissza kell hozni ezeket a végjátékban elbukott mérkőzéseket. Természetesen megpróbálunk erősíteni a játékos kereten, hiszen meg kell nézni a lehetőségeket, hogy hol tudunk még egy olyan játékos berakni, aki akár fiatal szabályban segítségünkre lehet. Érkezett egy légiósunk, ugye az ő beépítése is folyamatosan zajlik, és nagyon bízom benne még egyszer, hogy új impulzusokat és új erőt fog kapni a csapat. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks legközelebb szombaton lép pályára. A Kékcápák 17 órai kezdettel a 3. helyen álló BKG Prima Akadémiát fogadják a Continental Arénában. Vereséggel zárta a bajnokság első körét a kisvárdai futballcsapat. Mátyus János együttese az NB1 14. fordulójában Pakson kapott ki 3-1-re. A sereghajtó Kisvárda vasárnap a 10. helyezett Zalaegerszeget fogadja. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Szobrászművészt, énekkart és sportszervező díjazott idén a Vállalkozók és Munkaadók Országos Szövetségének vármegyei szervezete. Pénteken tartották az immár hagyománnyá vált Prima gálát a Vármegyeházán. Idén a Prima díjat Bíró Lajos szobrász, a Kantemusz kórus és Órendi Mihály vehette át a gálán. A közéleti személyiségek mellett vállalkozókat is elismertek a péntek esti rendezvényen. Korai halálozások 60%-áért a cukorbetegség felel, hangzott el a kelet-magyarországi diabétesz hétvégén Nyíregyházán. A többnapos vándorkonferenciát idén a József András Takkórház 4. belgyógyászati osztálya szervezte. Az eseményen a cukorbetegség megelőzésének, felismerésének, kezelésének legújabb módszereiről hallhattak előadásokat a résztvevők. Biztonságosabbá válik a Kraszna és a Batár folyó környékén élők élete, megerősítik és megemelik a töltést annak érdekében, hogy még egy nagyobb árhullám esetén se öntse el a térséget a víz. A töltést emellett járhatóvá is teszik, így kerékpárral is végig lehet majd menni az érintett 22 kilométeres szakaszon. A beruházás részleteiről beszélt 35 perc című műsorunkban Luca Zoltán, a Feti vízig osztályvezetője. Október 30-án hétfőn a Kölcsei Televízió híradóját látták, jön mindjárt az időjárás jelentés, friss információkkal pedig holnap este is jelentkezünk majd. Nézzenek minket akkor is, viszontlátásra! Hétfőn éjszaka borult időre lehet számítani, a hőmérséklet enyhén őszies lesz, 11 és 13 fok körül várható. Kedden napközben folytatódik az őszies, de enyhe idő, kisebb eső előfordulhat, a hőmérő higanyszála 19 fokig emelkedik. A hét további részében marad a csapadékos őszies idő, a hőmérséklet 15 fok körül lesz napközben.